Összesen több 10 milliárdos összegben pályázhatnak majd a borászok a 2016-os évben különböző jogcímeken, ebből 8 milliárd főleg szőlős gazdák részére lesz kiírva. Van pályázat, amely a szőlőtermelés és a borkészítés segíteni, illetve támogatná az értékesítés megszervezését is. Ez jó lehetőség a hajósi borászoknak. A fiatal gazdákból álló Vintegro Pince Szövetség évek óta működik a térségben, és már több hasonló pályázatot nyert. Mi érdeklődünk természetesen mi is a lehetőségek iránt. Itt a vidékfejlesztési minisztérium által ugye folyamatosan a fiatal gazda pályázat, ami érinti a borászatban, szőlészetben dolgozókat. Természetesen mi csapatunkban és az Integro Pince Szövetség csapatában is vannak olyan tagok, akiket érdekel ez a téma. Az ágazat szereplői viszont támogatáshoz juthatnak, a minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz is. Az oltalom alatt álló eredet megjelölésű, illetve az oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok esetében. A borászok viszont a vidékfejlesztési programban komoly összegeket nyerhetnek a borturizmus fejlesztésére is. Azt tűztük ki célnak, hogy a hajósi Pincefalunak a turizmusát, az ide látogató vendégeknek a számát növeljük, illetve természetesen a boroknak a minősége az, ami ilyen szempontban nagyon fontos, és a boroknak a minőségéhez pedig szükségünk van technológiai fejlesztésekre, infrastruktúrális fejlesztésekre, és hát ehhez természetesen nagy segítséget nyújtanak az ilyen jellegű pályázatok. Jó hír a jégkárosultaknak, hogy kedvezményes hitelhez juthatnak. Meghosszabbítják ugyanis annak a kamat és költségmentes hitelnek az igénylési határidejét, amelyet azok a gazdák kapnak, akiknek földjét tavaly jégkár érte, és 161-jel kibővítik az érintett települések listáját is. A termelők március 31-e helyett június 30-ig vehetik igénybe a kedvezményes hitelt.